amelyik megalakulásától fogva többszörösen hátrányos helyzetű munkanélküliek felzárkóztatását, szakképzését és munkaerőpiaci integrációját tűzte zászlajára. Hát tulajdonképpen egy újabb uniós pályázatot nyert, és erről szeretném tájékoztatni a lakosságot. Hadd mondjam el, hogy ez alatt a 20 év alatt egy jó nagy falunyi munkanélküli fordult meg a falak között. Ez benne van a tájékoztató írásos anyagában, hogy 1768 fő vett részt a programjainkban, ami ennél is jelentősebb, hogy 295-en itt szerezték meg az alapiskolai végzettséget, és több mint 1100 fő szerzett országos érvényű szakmai bizonyítványt. Tehát olyan, ami kötelező elfogadni. Mi mindig a munkaerőpiac szükségletének megfelelő szakmákban indítjuk a képzést, mert azt tartjuk, ha nem ezt tennénk, akkor becsapnánk azokat az embereket, akik hozzánk fordulnak segítségért, hiszen egy olyan bizonyítványa, amelyet a munkaerőpiacon nem keresnek, nem fogadnak el, az egyén helyzete semmit nem változik, ugyanúgy marad, ahol előtte volt. Hát abban is azt hiszem egyedülek vagyunk az országban, hogy megalakulásunk óta pályázatokból tartjuk fenn magunkat, ebből szervezünk ezt a közhasznú tevékenységet, és most két újabb nyertes pályázatunk van, a TÁMOP 141 és a TÁMOP 146. Az 141 most január 1-ében indult, hát most történik a célcsoportnak a felkutatása, jelentkeztetése, és jövő héten elkezdődik a kiválasztása. Ebben a programban 24 fő lesz kedvezményezett, 12 szakács és 12 szerkezetlakatos szakmában tanulhat, és ami nagyon fontos, hogy ez egy 18 hónapos komplex program, amiben mindenkinek azt kívánjuk nyújtani, amire szüksége van ahhoz, hogy a hátrányos helyzetből kikerüljön.